Kedves vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Karcagi Kátai Gábor Kórház volt pszichiátria felújított épület részében kialakított új, 19 ágyas mozgásszervi rehabilitációs osztály átadó ünnepségén. Kórházunk életében kiemelkedően fontos jelentőséggel bír a megvalósult fejlesztés, hiszen a térség lakóit szolgáló egészségügyi ellátások méltó helyen a 21. század elvárásainak megfelelő színvonalon folytatódhatnak tovább. Átadó ünnepségünkön megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent F. Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét. Dr. Demény Ádám urat, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság főigazgatóját. Dr. Suba László urat, az Országos Kórházi Főigazgatóság Észak-Alföldi Területi Koordinációs Osztály osztályvezetőjét. Dr. Faragó Éva asszonyt, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetőjét. Piroska Miklós urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet főigazgatóját. Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Dr. Fazekas Gábor Gyula urat, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumának elnökét. Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszonyt. Köszöntöm Karcagváros megjelent önkormányzati képviselőit. Köszöntöm a beruház kivitelezésében résztvevőket. Köszöntöm továbbá minden kedves vendégünket, akik elfogadták meghívásunkat, és velünk együtt ünnepelnek ezen a kiemelt jelentőségű napon. Felkérem F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, hogy köszöntse a jelenlévőket. Én már nem fogom felsorolni azt a nagyon szép és díszes koszorút, aki ezen az avató ünnepségen megjelent, hiszen már Lakatos Linda kolléganő, hiszen már itt olyan sokat járok én is a kórházba, hogy már kolléganőnek tekintem őt, ő már felsorolta. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és egy új beruházás, egy új felújítás, amely azoknak az embereknek, akik hosszú időt töltöttek itt a Kátai Gábor kórházba, már a sokadik. És miből mi lett, mi költözött hova, és mi újult meg és szépült meg, talán már nem is tudjuk követni. Én ahhoz a generációhoz tartozok, aki még emlékezett rá, amikor ez az épület együttes épült. A kórház főépületére természetesen nem, mert egy éves voltam, amikor már két éves volt a kórház, mert egy év múlva születtem, ahogy a kórházat átadták. De erre az épületre még emlékszem, és itt volt a környék legnagyobb pszichiátriai ellátója, talán Szolnokon és Debrecenben volt ennél nagyobb pszichiátriai osztály. És tudta az ember, hogy akik itt vannak ellátáson, azok kimenőre ide a Zöldfa úti sarokra jártak az orvostudomány kudarcát jelezve, hiszen itt többféle kezelést biztosítottak, és tudtuk azt, hogy milyen típusú betegek járnak ide. Majd amikor ez az épület leromlott, akkor
volt egy felújítás. És a mozgásszervi rehabilitációnak én azt gondolom, hogy egy nagyon jó épülete, és egy nagyon szuper épülete került ide, hiszen kicsit külön áll a főépülettől, nem olyan magas, nem kell annyit liftezni, és gyönyörű park veszi körül. És tudom azt, hogy itt még nem állt meg ez a történet, hanem még ennek az épületnek a történelme és története folytatódni fog, hiszen nincs olyan egészségügyi, szociális épület, amelynek ne találnánk, ha megszűnik a régi, ne találnánk új funkcióját. És ezért ilyen ez a város, ezért ilyen karcag, ezért fejlődőképes, mert mindig rugalmasan tudunk reagálni arra, amilyen új kihívások vannak. És tudjuk azt, hogy változik az egészségügy, hiszen nem olyan, mint nagyszüleink korában, nem olyan, mint a mi gyermekkorunkban. Tudjuk azt, hogy az az egészségügyi dolgozó, aki asszisztensként dolgozik, szakmailag tud már annyit, mint 20-30 esztendővel ezelőtt egy jól képzett orvos. És egy jól képzett orvosnak pedig tudni kell annyit, mint 20 évvel ezelőtt egy professzor tudott az országba. Olyan gyorsan fejlődik az egészségügy, hogy nagyon nehéz lépést tartani vele. Próbáljuk követni, próbáljuk lekövetni azokat a folyamatokat, amelyek megtörténnek a magyar egészségügybe. Tudjuk azt, hogy ezek a folyamatok valamikor pozitívak, nagyon sokszor negatívak, de mindig előre mutatnak valamilyen irányba. És bízom benne, hogy a karcagi Kátai Gábor kórház és a magyar egészségügy olyan irányt fog venni, amely mindannyiunk érdekét szolgálja. A felújításokkal, a műszerbeszerzésekkel, az egészségügyi képzéssel, és természetesen, ami egyik legfontosabb, mert az épület, a gép mit sem ér működtetők nélkül, az egészségügyi dolgozók egyre nagyobb megbecsülése mellett. Hiszen tudjuk azt, hogy az élettelen épület, vagy a szupermodern gép, ha nincs, aki működtesse, nincs, aki foglalkozzon a betegekkel, akkor nem ér semmit. A legnagyobb beruházást tehát nem az épületekbe, nem a gépekbe, műszerekbe, hanem az humán erőforrásba, az egészségügybe, dolgozókba kell befektetni. És ahol én ezt el tudom mondani, akár a minisztériumban, akár a megyénél, akár az országgyűlésben, mindenképpen el fogom mondani, mert ezt a kórházat az itt dolgozók működtetik, ezt a kórházat az itt dolgozók tartják életben. Még egyszer köszönöm az ő munkájukat, köszönöm azt, hogy egy kicsivel szebb, egy kicsivel modernebb épületbe tudnak velünk nyűgös, problémás betegekkel foglalkozni. Mindenkinek sok sikert kívánok! Köszönöm szépen képviselő úr szavait. Felkérem dr. Demény Ádám főigazgató urat, hogy köszöntse a jelenlévőket. Köszönöm szépen a meghívást. A közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetése nevében néhány gondolatot szeretnék megemlíteni, hogy miért is vagyok én ma itt. Picit háttérből indulnék, azért vagyok itt, mert 2024. január 1-től a vármegyei kórházak üzemeltetése is a KEF hatáskörébe került, így Magyarország összes az okfő irányítására tartozó kórháza egységes központi üzemeltetés alá került. Sokszor kérdezhetik, hogy ez jó-e vagy nem. Örömmel szeretném jelenteni, ez egy pozitív gondolata volt a kormánynak, és egy pozitív célkitűzése, hiszen az orvosi és a nem orvosi tevékenységet szét tudtuk választani. Mindenki azzal tud foglalkozni, ami a legjobb azért. Mi a kormány központi beszerző, üzemeltető és logisztikai szerveként komoly infrastruktúrát üzemeltetünk. Most már elérjük az 5 millió négyzetméter alapterületű területeket, ahol üzemeltetést végzünk, és ez a mögöttünk lévő szaktudás, ez egy professzionális üzemeltetési kultúrát fog hozni a közeljövőben minden területen.
Azért is vagyunk itt, mert minden helyen ráfér a felújítás, a javítás, az üzemeltetés a kórházakra. A KEF egyébként a pénzügyminiszter irányítására tartozó szervezet, és Varga Mihály pénzügyminiszter úr felhívott engem januárban, hogy a kórháznak, itteni kórháznak Karcagon van egy jó műszaki javaslata, hogy tudnánk egy volt területen, ahol szinte már a betegellátásra alkalmatlan, csak funkcionális kiszolgáló raktározási területet visszaadni az egészségügy gyógyító tevékenységének, és ezt a területet jelölte ki a kórház, és azt kérte tőlem, hogy egy költséghatékony, de eredményes beruházást hajtsunk itt végre. Örömmel jelentem, hogy ez a beruházás, ez megtörtént. Itt egy 400 millió forintos tőkével, 400 millió forintos költségkerettel induló beruházás során 600 négyzetméter terület teljesen megújult. Mit jelent egy ilyen megújulás? Amikor a KEF beruházásokat végez, erre volt példa az elmúlt időben és a jövőben is lesz, Budapesten 300 000 négyzetméter területet újítottunk fel a Covid utáni időszakban. Ilyenkor megtanultuk, hogy nem oda kell menni és ki kell festeni a területeket, hanem át kell gondolni műszakilag is mindent, hogyha mi egyszer végzünk egy beruházást, az hosszú távon szolgálja az egészségügy érdekeit. Ugyanezt történt itt is. Kialakítottuk a kórtermeket, megnéztük az erős áram, gyenge áramú rendszereket, ezeket is korszerűsítettük. Korszerű világítást, gyenge árammal pedig nővérhívó rendszereket alakítottunk ki. Új burkolatokat kapott minden, a vizes blokkok teljes felújítására került sor, és hát sajnos mindig van olyan, amire nem számolunk, hogy például a lapos tető beázása történt az elmúlt időszak, esős időszaka alatt, ezeket is ilyenkor a beruházás keretében belül kezelni fogjuk. Tehát ez a területen, ez a 600 négyzetméteren, ez a 19 ágyas kórterem, ez most teljesen megújult. Én bízom abban, hogy a jövőben sok helyen fogunk találkozni. Több helyen indítottunk egyébként országos programokat, csak néhány említésképpen, hogy az országos programokban amik elindultak. Nagyon fontosak a műtők, a műtőknek a klímaberendezései, a hűtő területei, ezeket is megkezdtük. Az erős áramú berendezésekre is ráfér a javítás. Több helyen a gépészetet, a fűtésrendszereket javítjuk és korszerűsítjük az országban. És nagyon fontos az energiahatékonyság. Itt is egyébként látható, hogy az ablakok, az nyilászárók cseréje is megtörtént, de minden helyen, ahol a energiát bent tudjuk tartani az épületben, az megtakarítás számunkra. Ezért elindítottunk egy nyilászáró csereprogramot is, és ezek mind-mind az ország különböző kórházaiban energiát fognak spórolni a magyar kormány, és így a kormányzat részére. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem. Én nagy örömmel adom át ezt az épületet a betegellátásra, és főigazgató asszony, kérem, hogy itt akkor a betegellátási tevékenységét örömmel tudja végezni. Köszönöm szépen! Köszönöm főigazgató úr szavait. Felkérem Szepesi Tibor polgármester urat, köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlevők, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai ünnepségen. És engedjék meg, hogy a Kátai Gábor kórház dolgozói mellett köszöntsem a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ dolgozóit, hiszen kettős a mai ünnep, és ezt polgármesterként nagy örömmel mondhatom, hogy nagyon örülök annak két részről is, hogy ez a beruházás megvalósult és létrejött. Ugye amikor a Covid után a gazdasági helyzetet követően főigazgató asszonnyal, mint az önkormányzat képviselőjével, ugye a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökével arról beszélgettünk az ő kezdeményezésére, hogy hogyan is lehet hasznosítani ezt az épületet úgy, hogy teljes egészében belakva legyen, minden olyan részét lehessen használni, nyilván a különböző megtakarítások miatt, akkor jött az az ötlet, hogy mi lenne, hogyha az épületnek az a része, amely eddig használaton kívül volt, felújulna, kisebb átszervezésekkel, kisebb-nagyobb átszervezésekkel lehetne hasznosítani az épület megmaradó részét.
Ekkor vettük föl a kapcsolatot önkormányzati szinten. Hál' Istennek, ahogy főigazgató úr is mondta, Varga Mihály pénzügyminiszter úr segítségével, két ágazati vezetővel, a szociális és az egészségügyi államtitkársággal arról egyeztetve, hogy hogyan lehetne megosztva hasznosítani magát az épületet, hogyan tudnánk elférni egy épületen belül egészségügyi ellátásban és szociális ellátásban. Ugye maga a kórház vezetése, a megyei vezetés is, köszönjük szépen főigazgató úrnak is a támogatását, megkaptuk azt a lehetőséget, fönt kormányzati szinten egyeztetve, hogy megvalósíthatjuk elképzelésünket, amelyhez ugye nélkülözhetetlen volt az, hogy az ellátási főigazgatóság végrehajtsa azt a beruházást, azt az átalakítást, amelyet a mai napon átadunk. Ez viszont azt fogja eredményezni, hogy egyrészt a kórház ellátása bővül, javul, hiszen a mozgásszervi rehabilitációs osztály ebbe a gyönyörű épületbe költözésével azt gondolom, hogy az ő körülményeik, ellátási lehetőségeik is javulnak. Másrészt pedig az épület így megmaradó részével, tehát az épület első és második szintjével a szociális ellátásban tudunk gazdálkodni, és a városi szociális otthon egy része, ami a Varró úton helyezkedik el most idéglenesen, fog tudni beköltözni ebbe az épületbe. Nyilvánvalóan kell majd végrehajtanunk további egyeztetéseket, pontosításokat, hogy hogyan tudjuk ezt végrehajtani, de ahhoz, hogy mind a két ellátás magas szinten tudjon folytatódni, és olyan körülmények közé tudjanak költözni, mind az egészségügyi, mind pedig a szociális ágazati dolgozók és ellátottak, ahhoz ez az első mértföldkő talán a legfontosabb lépés. Úgyhogy én engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek azt a segítséget, közreműködést, amelyet ezzel kapcsolatban tett. Nagyon köszönöm főigazgatóasszonynak, megyei főigazgató úrnak a segítségét, az elképzelését. Nagyon köszönöm országgyűlési képviselő úraknak, F. Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úrnak, és természetesen a közbeszerzési ellátási főigazgatóság munkatársainak, Demény Ádám főigazgató úrnak, és hát az őt felügyelő Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak pedig különösen azt a segítséget, támogatást, amelyet nyújtott az önkormányzat, és természetesen a Kátai Gábor kórház irányába is. És hát ami a legfontosabb, hogy olyan szinten került végrehajtásra ez a kivitelezés, amellyel mindenképpen köszönettel tartozunk a kivitelezőnek, alvállalkozóinak, hiszen ha végigjárunk majd ezen a folyosókon, ezeken a kórtermeken, akkor láthatjuk azt, hogy valóban modern, sőt mondhatom azt, hogy urna modern körülmények közé tudnak majd költözni a mozgásszervi rehabilitációs osztály dolgozói, ellátottjai. És hát ahogy mondtam, folytatódik tovább, tehát az első és a második szint az már az önkormányzat feladata lesz, hogy költözhető állapotba és minél hamarabb elfoglalható állapotba kerüljön. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek még egyszer azt az áldozatos munkát, amelyet ebben a nagy és nagy összefogásban és együttműködésben mutatott. Én jó munkát kívánok mindenkinek itt a földszinten is, és jó munkát kívánok majd a szociális otthon dolgozóinak a fönti emelet részeken is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm polgármester úr gondolatait. Felkérem Nagyné László Erzsébet főigazgató asszonyt köszöntője megtartására. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai átadó ünnepségünkön megjelent. És azt hiszem, hogy az előttem szólók már elmondták a történetét ennek az épületrésznek. Hát sokan vagyunk itt, akik ismerjük az állapotot, amiből kiindult ez az épület, és ez az elmúlt év gyakorlatilag szeptember végén kezdeményeztük először írásban mindkét államtitkár úrnál, dr. Fülöp Attila szociálpolitikáért felelős államtitkár úrnál és dr. Takács Péter államtitkár úrnál. Nyilván, ahogy az polgármester úr elmondta, a forrást is
meg kellett hozzá teremteni, amiben ezúton is nagyon köszönjük, hogy hazai forrásból Varga Mihály pénzügyminiszter úr segítségével a magyar kormány támogatta az ötletünket, és megvalósulhatott mára ez a beruházás. Nagyon gyorsan ment, tehát a kivitelezés kezdetét követően úgy gondolom, hogy ez a néhány hónap alatt létrehozott létesítmény tényleg köszönhető mind a közbeszerzési ellátási főigazgatóság, és elnézést, hogy most nem tud itt lenni, de Szabán Márton főosztályvezető urat külön kiemelem. Köszönöm szépen a egyeztetéseket, amit vele folytathattunk, és hát nyilván a kivitelezőknek, a B+N ZRT-nek és a EUJET-nek, mert ő nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Úgy gondolom, hogy a napi munkánkat mindig, ha meg kellett szakítani, az csak azért volt, hogy tovább haladjon, és promptra, pillanatra kész legyen ez a beruházás. És külön köszönöm az itt leendő dolgozóknak, külön dr. Baranyi Éva osztályvezető főorvosasszonynak és dr. Tóth Katalin főorvosnőnek és a mozgásszervi rehabilitációs osztály minden dolgozójának, hogy szakmai tanácsaikkal, amit nyilván kikértünk a folyamatos kivitelezés során, szakmai tanácsaikkal folyamatosan segítették, hogy ez a beruházás a dolgozók, az ő és elsősorban az itt ellátott betegek érdekében valósuljon meg. Én mindenkinek nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy a mai napon ez átadásra kerülhet. Már nagyon készülnek a kollégák a holnapi pakolásra, mert nyilván az eszközök már benn vannak, de úgy, ahogy ezt elmondta F. Kovács Sándor képviselő úr is, dolgozók nélkül, megfelelő szakmai humán erőforrás nélkül nem tud jól működni, sem az egészségügy, és úgy gondolom, ezzel egyetértenek ott a hátrébb álló szociális ágazatban dolgozók is. Igen, a szívem kettős, az egészségügyi és szociális bizottság elnökeként mindig is szívügyem volt mind a két terület, és nagyon örülök annak, hogy térségi szinten a szociális elhelyezés is jobban fog megoldódni az elkövetkezendő időszakban, de mindenek előtt engedjék meg, hogy örömmel adjam át mindenkinek, megköszönve a munkáját, ezt az új épületrészt. Köszönöm szépen! Köszönöm főigazgató asszony szavait. Ünnepségünk folytatásaként az épületrész ünnepélyes átadása következik. Felkérem F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, Huba Imre elnök urat, dr. Demény Ádám főigazgató urat, dr. Suba László osztályvezető urat, Szepesi Tibor polgármester urat és Nagyné László Erzsébet főigazgató asszonyt, hogy vágják át az épületrész előtt kihelyezett szalagot. Thank you.